Sziasztok! A csomagszűrő tűzfal harmadik részét látjátok. Úgyhogy most az első kettő elején elmondott mondókákat nem mondom el, de aki nem látta az első kettőt, melegen javaslom, hogy az első részsel kezdje, így fog képbe kerülni arról, hogy hol tartunk most. Eddig ugye itt játszottunk egy kis labor környezetben, de éppen ideje volt, hogy az itthoni routert azt leakasztom a helyére, és földugjam a helyére a kísérleti eszközünket, amivel itt játszani szoktunk. Annál is igen, mert a saját eszközünkben van külön hálózat az okos eszközöknek, saját láncok, azok rádzsámpolunk, tehát hogy egy elég bonyolult történet, úgyhogy ebben maradtam magammal, hogy a legegyszerűbb lesz, hogyha oda feldugjuk ezt az eszközt, és ott használjuk, és a legszükségesebb szabályokkal játszadozunk továbbra is csak. Most, hogy feldugtuk a külső eszközünket, akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet. Hát kezdjük IP címekkel. IP address. Kicsit lassú itt már a net kapcsolat, tehát kettő darab IP címünk van, az egyik ez a szokásos 201 es cím a 20.0-as hálózatban, és most annyi a különbség, hogy ez nem az Ethernet interfészre van rá párosítva, hanem a Vélan egyre, tehát ez a Wi-Fi interfész, tehát megnézzük itt a, a csatolókat, ez az úgynevezett WLAN interfész, semmi különbség nincsen, egyszerűen kényelmi szempont, hogy Wi-Fi-n keresztül érem el, és nem egy drótot kell húzni, de egy egyszerű interfész. A másik, ez egy látható publikus IP, amit kapunk, ezt kapjuk a szolgáltatótól, ez a 193.16.46.163-at, ez az én itthoni IP címem kinti. De most ez viszont egy PPPoE, kapcsolaton keresztül van, tehát az interfészként, bár az Ethernet egyes interfészre van bedugva, de itt gyakorlatilag erre a PPPOE út egy interfészre hivatkozunk, tehát ezen az interfészen él ez az IP, jó? Így próbáljuk ezt a dolgot elképzelni. Semmiben nem különbözik a mi szempontunkból abból, mint a közönséges Ethernet interfész lenne, oké? Okay? Tehát ezen a két interfészen látunk valamit, illetve tűzfal szabályokról Miért ide jövök, nem tudom. Pedig ma még annyira atomjára se vagyok esve. Tűzfal szabályok. Na most van egy pár forvar szabály ide előre fölvéve, de ezek szürkék, ezek nem élőek, tehát mintha itt se lennének. És az input láncon van egy-két újdonság, az egyik, hogy ilyen szövegek vannak fölírva, ezek egyszerű megjegyzések. Tehát gyakorlatilag a szabályokhoz tehetünk megjegyzéseket, könnyebben átlátod, hogy mi történik itt és hát lesz itt némi újdonság is. Az első, invalid csomagok szűrése, ez erre a szabályra vonatkozik, és ha megnézzük, ez a szabály, ez valóban annyit csinál, csak mindössze, hogy az input láncon minden olyan csomagot, ugye, ami invalid, erről már volt szó ezerszer, fogjuk és eldroppoljuk, tehát nyomunk rá egy droppot, kiszűrjük. Ez interfésztől független. A következő szabály már egy picit érdekesebb, ilyennel még eddig itt nem találkoztunk. Hát ez felfogás kérdése, hogy ki akar ilyet alkalmazni, vagy ki nem. Én annak idején, hát én évtizedes múltig ipt ből használtam ugye Linuxon, tehát én az ipt ből jövök gyakorlatilag, és szerencsére ez nagyon sok szempontból hasonlít a Mikrotik Router OS féle megközelítés. Hát ott ugye én leginkább ilyen Linuxos bástya kiszolgálókat üzemeltettem, tehát olyan kiszolgáló, aminek saját tűzfal szabálya is vannak, adott esetben több lába is, és hát ott az ember, én legalábbis azzal kezdtem, hogy elhatároztuk, hogy egyébként melyik lából milyen forgalom lehetséges és hogyha azon alában nem az a hálózat van, akkor már eldobjuk a kapcsolatot. Ez segít az ellen, ha valaki össze dugdós, ha később felvesz valami szabályt, ami ebbe belekavarna. Tehát egy viszonylag tiszta helyzetet teremt a szűrési lánc elején ott van. Ezt mindenki eldöntött, hogy használja vagy sem. Jelen esetben uh, itt látható is, ez a PPPO út egyes es interfészre vonatkozik, tehát a külső interfészünkre vonatkozik, és azt mondtuk, hogy minden olyan csomagot eldobunk, a külső interfészünkről jön, in, de a belső hálózat címe az. Ugye, rákattintunk, így jobban fog talán látszolni, bár kevésbé. Tehát aminek a forrás címe, ugye, source address, forrás címe, ami belső hálózatunk, de az in interfésze, a külső hálózat, azt bizony eldobjuk. Ezzel megakadályozzuk azt, hogy belső hálózatos csomag a külső interfésznek kinevezett eszközről semmiképpen se jöhessen be. Na most ezt ugye cifrázni is lehet, meghatározhatjuk azt is, hogy a belső hálózatról viszont csak olyan forgalom jöhet, ami a belső hálózati címével megegyezik. Azért ilyenekkel legyünk egy picit óvatosak, amikor fölvesszük. Ezt is persze input és forward láncra is ki lehet alakítani, igényeknek megfelelően. Input láncon azt mondjuk, hogy az in-interface, tehát az, amin bejön a forgalom, az a Wi-Fi, tehát a belső hálózat jelen pillanatban, a cím, és itt mutatok egy újdonságot, 192.168.20.0 per 24, ez a hálózat címe, de elé beixeljük, akkor az azt jelenti, hogy ennek az ellentétje az igaz, tehát minden olyan forgalom az input láncol, ami a belső hálózatról jön, de a címe nem a belső hálózat címe, azt egy elegáns mozdulattal eldobjuk. És ha nem csesztük el nagyon a szabályt, akkor nem fogunk leszakadni. <laughs> Ide felvonszolom alá, és megmutatok egybe kommentelést, pedig így lehet. Jobb begérgom, komment. Legyen mondjuk. Belső csatolón, nem belső H háló eldobása. Éni. Ezzel ezt meg tudtuk oldani. Oké. Jó, ezek csak ilyen kis plusz morzsák, amiket itt csöpögtetek. Aztán ez a szokásos történet input láncon, ugye a már felépült kapcsolatnak a visszafele jövő csomagjai, meg az ahhoz tartozó egyéb kapcsolatokat szintén engedélyezzük. Ezekről -e már volt szó. ICMP jöhet és a Winbox elérést, azt ugye átállítottam, hogy a WLAN interfészen lehessen csak elérni, és minden egyebet tiltunk. Ugye hát ez azért is jó móka, mert így kívülről az internet felől nem lehet elérni a Winboxot, ugye ha ezt nem szűkítettem volna le, hanem csak úgy simán engedélyezem, akkor kívülről el lehetne érni a Winboxot, és ez azt jelenti, hogy innentől fogva fönt van az eszközünk, de gyakorlatilag kívülről nem elérhető és ezt tulajdonképpen meg is tudjuk nézni, egy külső porckennel, bármivel le tudjuk ellenőrizni. Ha minden igaz, az eszközünkön már van internet, meg tudjuk nézni, ping, hát akár először csak IP-re, hogy megy a ping, megy, de kipróbáltunk névfeloldást is, hogy a névfeloldás is megy, index.hu, íme, tehát névfeloldás is megy. Ugye itt van a mi gépünk, a mi gépünknek az IP címe szinte szokásos, majdnem. 22 lett most a vége, 192, 168, 20.22, alapértelmezett átjáró 20.1, tehát ugye a routerünk, ami föl van dugva, hát DNS-szervernek a Google névszerverét adtam meg, IP config per Alla lehet ezt is látni. Ugye a 8888 lett neki megadva, DNS-szervernek, hiszen itt most még nem futtatunk ezen a routeren semmi DNS gyorsítót, meg ilyenek ezzel nem akarunk belekavarni az életbe. De tulajdonképpen, hát mivel azt mondtuk, hogy a forward láncon ugye minden forgalom mehet, mi be vagyunk dugva vélanon keresztül a forward láncra, ezért feltételezhetjük, hogy a routert is elérjük, meg az internetet is. Hát a routert azt látottan elértük, hiszen bent vagyunk a winbox bejelentkezve. 192, 168, 20, pont egy, meg tudom pingelni a routert, ez tök jó, hát és akkor feltehetően a Google Server-ét is elérjük, ugye? És a Google Server-ét nem érjük el. Hát, pedig ugye azt mondtuk, hogy a forward láncon minden forgalom mehet alapból, ugye az a default policy, de hát jó, biztos hiányzik neki egy szabály a forward láncon, ami minden engedélyez, úgyhogy csináljunk egy ilyen szabályt, itt a forward láncon a mindent engedélyező Szabály, már látjuk is nőnek a csomagok, hát küldjük ki. De ez továbbra sem működik. Miért nem működik? Hát azért nem működik, mert ne felejtsük el, mi belső hálózaton vagyunk, privát tartományú IP-kkel. És hát ez, bár a forward lánc alattnak ez a forgalom, de az interneten a belső hálózatos privát IP-k azok gyakorlatilag nem használhatóak valamit csinálnunk kéne, hogy a mi kimenő forgalmunk az a külső interneten is működjön. És hát erre több ö, megoldás is van, aminek végül is ugyanaz az alapja, az úgynevezett natolás, amiről most itt szó lesz, ami hálózati címfordítást jelent magyarul, és ennek ö, van egy általában ismert, vagy használt módszer a masquerade, ami igazándiból a source-nat, a forrás-natnak egy, speciálisabb változata. Mindjárt képbe lesztek, hogy miről van szó. Ez most lehet, hogy hirtelen volt egyszerre. Egy a lényeg, el kell érjük azt, hogy a router, ami belső hálózati csomagjainkat, működése közben átfordítja a kinti IP címére, ami az interneten működő IP cím, elküldi a címzetnek a kérést, a kérés visszajön, a router tudja, hogy melyik belső hálózati IP-re jött ez a csomag, úgyhogy vissza címzi gyakorlatilag a csomagot, kicseréli a címet benne, címet fordít, belső hálózatra és visszaküldi nekünk. Na, ez pedig a NAT táblába lehet elkövetni, ahol most is láthatok három szabályt is jelen pillanatban kikapcsolva. <laughs> és hát kezdjük a, ezzel a szabálya, amit most be fogok kapcsolni, és amint bekapcsolom ezt a szabályt, ez rögtön működni is fog, de nézzük meg ez mit csinál. Ránézésre láthatjuk, hogy ez egy SRC NAT, egy forrás NAT, amiről beszélünk, ahol a forrás címa belső hálózati címünk, és a kimenő interfész az pedig a kinti interfészünk. Ezt picikét megnézzük közelebbről, akkor így néz ki gyakorlatilag a szabály mikrotikem. Ugye ez egy SRC NAT szabály, a forrás a belső hálózatunk címe, a kimenő interfész, ugye az pedig a külső hálózatunk címe, és az action az SRC NAT, tehát forrás NAT, és a mi kinti fix IP címünk van megadva to adresznek, Tehát magyarul a belső hálózat címeit átfordítja a külső interfészünk címére. És ha minden igaz, ezek után már a pingnek vennie kell, és megy is a ping, és vissza is jön, hiszen annyi történik, hogy kimegy a címünk, elér a routerig, a router átfordítja a külső címére, elküldi, visszajön a válasz, visszafordítja a mi belső címünkre, olyannyira, hogy tulajdonképpen internetet is látnunk kell rajta. Nézzünk meg valamit. Nem véletlenül YouTube-ot, picit meghajtjuk, bár ezen a nagyon gyenge wifi nem lesz iszonytató nagy forgalom, az már biztos. Valamint a saját csatornáról, mielőtt még a YouTube itt fogná magát, aztán letilt minket, elindítjuk mondjuk ezt a napellen projektes videót. És látható, jön a net, és a forward láncon, hát elkezd nőni a forgalom, tehát látható, hogy ez tényleg a forward láncon megy keresztül ez a forgalom, és itt ugye a nat szabályban is szépen azért látszódik, hogy történik valami, hiszen változott a számláló, ezt le is reszetelem, és akkor e, majd jobban látszódni fog, hogy itt melyiknél mi történik. Látjátok, ott elkezdett nőni, de alapvetően ugye a forgalom innentől fogva ezen a láncon keresztül ömlik. E, na most e, a helyzet az, hogy ezt akkor tudjuk használni, ezt a fajta e, forrásnatolást, natolást, SRC natolást, ha fix IP-nk van, hiszen ne felejtsük el, hogy itt meg kellett adjuk a to address amire átfordítja. Ha fix IP címünk van, ezt nyugodtan használhatjuk. Most kikapcsolom, és ahogy kifogom kapcsolni, hát majd meg fog állni a videó lejátszás, ha érte magát, amit már előre letöltött illetve hát majd pinget sem fogok tudni indítani, látjátok, mert nem működik a ping. És megállt a letöltés is. Ha ugyanakkor neked nem fix IP címed van a külvilágban, akkor ez nem lesz jó. Na olyankor jön az ismertebb változata ennek, a masquerade, ahol nem kell megadni gyakorlatilag a cél IP címet, csak az interfészt. Megmutatom így néz ki egy minimalista történet, tehát szintén src natról beszélünk, és gyakorlatilag csak azt adom meg, hogy mi az OT interfész. és actionben pedig nem az src nat van kiválasztva, mint eddig volt, hanem a masquerade. És innentől fogva ő tudja, tehát lekéri, tudja, hogy mi a Kinti IP-címünk, és automatikusan arra fordítja át. Tehát nézzük meg az src natnál, ugye még egyszer nekem meg kellett adnom a adreszt. Itt viszont MESKURÉD-nél nincs megadva semmiféle túadrest, hiszen nincs is itt szabályként. Ahhoz, ugye az src natot kéne kiválasztanom. MESKURÉD-nél nincs ilyen, és automatikusan fog ez történni. Most bekapcsolom ezt a szabályt. Remélhetően a ping ezek után megindul. Így van, megindult a ping, és hát egy idő után majd itt a videó is meg fog indulni. Bár ehhez lehet, hogy nyomnom kell itt egy frissítést, hogy itt valami történjen, és hát ezen a nagyon gyenge wifi kapcsolaton egy idő után ez el fog indulni. Tehát gyakorlatilag ez a forrásnak, illetve hát ennek egy speciális változata, most már a Masquerade változó váltakozó dinamikus IP-címhez ezt szoktuk használni. Fix IP-hez érdemes ezt használni, egy picikét erőforrás takarékosabb a NAT a Masquerade-nél, úgyhogy ha külön ok nem szól a Masquerade mellett, akkor a NAT-ot érdemes használni. Ezt nagyon szinonímaként szokták használni, a legtöbb ember natolás alatt ezt érti, de azért a natolás ennél jóval több hiszen nem csak a source nut, és annak egy speciális fajtája masculine tartozik ide, hanem majd megtalál, megismerkedünk vele a DST-nat is, de ne ugorjunk ekkorát előre. Ugye hát azért a forward láncon is illik valami fajta forgalmat szabályozni, tehát tök jó az a szabály itt a végén, hogy mindent engedünk, de ezt nagyon gyorsan cseréljük ki, ezt a szabályt arra, hogy alónak a fülét engedünk mindent, hanem mindent Tiltunk, drop, ugye? Ne felejtsük el, minden láncunk utolsó szabálya az ez, hogy tiltunk mindent a fenébe. Aztán nézzük meg, miket találunk itt a forward láncon. Van egy ilyen szabályunk a forward láncon, ami azt mondja, hogy az invalid csomagokat tiltjuk. Hát ez a szabály, ez mindig jó jön, úgyhogy ezt már most kapcsoljuk be, erre biztos szükségünk lesz. De gyakorlatilag, mivel most tiltáson vagyunk, a ping már nem fog működni, és elkezd itt szépen nőni a tiltó csomagok számlálója, hiszen a pingelés mostantól ide szalad ebbe a történetbe bele. Jelenleg ugye nincsen működő internetünk újból, de ez nem baj, majd lesz a végén. Nézzük, mi a következő szabály. A következő szabály megint egy tiltó szabály. Hát ez a kis ilyen plusz, para, plusz paranoira. Paranoia, ugye azt mondjuk, hogy a belső hálózat címmel, a külső interfészről jön valaki, ezt tiltjuk, ezt majd lehet, hogy finomítani kell a jövőben, elárulom, de most egyre ezt tiltjuk. Van itt két, vagy több is, de most kettő érdekel minket, elfogadó, megengedő szabály a forward lánca. Az egyik, ugye, amit már ismerünk, hogy a már létrejött kapcsolatokat engedélyezzük, a másik pedig egy olyan szabály, ahol azt mondjuk, hogy ami a VLAN 1-es interfészről érkezik, tehát a belső hálózatról, a forward láncon azt mind engedélyezzük. Na, hát nézzük meg, hogyha ezt engedélyezzük, mi történik. Ha engedélyezzük, akkor az történik, meg én minden számlálót, és szeretnék pingelni, akkor továbbra sem működik a történet, de nézzük meg, hogy az történik, hogy bele esünk ebbe a szabályba, tehát ez itt elkezd nőni ez a számláló, a forgalom, és kit fele megy is tőlünk a csomag, meg is érkezik a válasz, az már nem jön meg hozzánk, hiszen a beengedő szabály az nincs meg, úgyhogy ne felejtsük el engedélyezni azt a szabályt is, ami engedélyezi a visszajövő választ, erről már volt szó, ugye nem egyszer, nem kétszer, ha most nyomok egy pinget, akkor vissza fog jönni a ping, és újból fog működni a YouTube is, majd egy idő után utoléri magát, és jönni fog, íme, jön, és ha most megnézzük, mi történik majd a reklám után, amit átugrunk, ha végre lehet, hú de jól járnak most itt ezzel, akkor az történik, hogy Mostantól az a nagy forgalom, ami volt az elején a forward láncon, az látjátok hol zajlik? Ezen a láncon zajlik, ami a visszajövő csomag. Ugye? Nézzük csak meg. Ez. Establish related. Tehát igazándiból a YouTube videó letöltése, az ugye a válasz, jön a, a, a YouTube-tól az információ, az ezen a láncon generál jelentős forgalmat. Láthatjátok, már 22 megállnál tartunk, tehát ez így működik. Itt ö Tulajdonképpen a Forvar láncon csak azért van ez, így leszabályozva ez egy plusz ilyen, hát hogy mondjam, ilyen biztonsági történet, minden esetőséget kizárva, hogy bár kívülről nem elérhető a, a mi belsőházati címünk, de ezzel garantáljuk azt, hogy forgalom az csak a belső hálózattól generálható kifelé. Visszafele csak a választ tud jönni, tehát ezért van egy ilyen szűkítés ebben a történetben, hiszen ha ezt nem tennénk bele, akkor nem szabályoznak a forward láncot ilyentén. Hát aztán van itt még egy szabály, majd erről mindjárt beszélünk. Jaj, meg kétszer van a drop, mert ugye én itt már csináltam egy mindent eldobót, csak az ki volt kommentelve, és aztán csináltunk egy újat, úgyhogy ezt kitörlöm, erre nincs szükség, ennyi szabályunk lesz a végén. Tök jó, ez volt a forrásnat. Jöjjön a DST nat a Destination -nál. A Destination nat az úgy működik, hogy a belső hálózat gépének valamely portját tesszük elérhetővé a külvilág számára. Ezt port szokták hívni az ilyen gagyib routerekben, de gyakorlatilag ez is a natnak egy formája, csak ez a Destination NAT, a célnat, amikor kívülről megcímezzük a külső IP címét, tehát a routernek az IP-jét, és a routernek valamelyik portjára megy a kérés, de az továbbítódik egy belső hálózati gépnek valamelyik portjára. Tehát gyakorlatilag, ha belső hálózatban elhelyezünk egy kiszolgálót, egy szervert, akkor a külvilág számára ezt elérhetővé tudjuk tenni. Hát ezen a gépem, nekem továbbra is ez a letöltött telnet szerverem van, úgyhogy ezt tudom használni. Pillanat. Így van, elindítjuk ezt a telnet szervert, és őt fogjuk a világ számára elérhetővé tenni egy kicsike időre, nem túl hosszú időre. És hogyan lehet ezt elkövetni? Lehet találni a neten rengeteg ilyen portszkennert, mi ezt fogjuk használni éppen most. Ő látja mi IP címünket, hogy mi a mostani hivatalos IP címünk. Ezt ide bebígyeztem, és nyomok rá egy port scant, és nyomok rá egy scant. És most meg fogja szkennelni a mi hát, routerünket kívülről, és látjátok, semmit nem ér el, Mindenre azt mondja, hát azok közül, amiket megnéz, értem csak ezeket nézi meg. Minden azt mondja, hogy nincs, nincsen nyitott port, nincsen elérhető szolgáltatás. Oké. Okay. E, azt én már tegnap, mikor játszadoztam ezzel, kiderítettem, hogy nálam a szolgáltató szűri a telnetet, tehát hát a telnetet a 23-as porton nem fogom elérni, de nem baj, legalább megnézzünk valami mást is. Szóval, hogyan lehet ilyet csinálni? Az egyik dolog, be kell csatogni ide a NAT közé, és eddig ugye SRC natoltunk, illetve egy speciális formáját, a meszkuridet használtunk, most pedig az úgynevezett DST-nat fog következni, be is kapcsolom ezt a szabályt, ő biztosítja azt, hogy megtörténjen a natolás befelé, nem csak kifelé. Nézzük, hogy hogy működik. Hát először is ez ugye egy DST-nat, és hát illik itt konkrétan magad, miről beszélünk. TCP protokoll, 80 as sport, és azért a 80-as port, ez ugye a webszervereknek a portja, mert azt nem tiltja a szolgáltató, tehát a 80-as portot majd el lehet érni, ebből sejthető, hogy ez az a port, amin kint el lehet érni, ugyanis nem fontos a kinti portnak megegyeznie a benti porttal. Tetszőlegesen el lehet dugni bármilyen magas portra, ami szabadon van, egy szolgáltatást. Én biztos, hogy nem tennék ki webservert a 80-as portra, hanem kitennék a 43.522-re, hogyha ugye saját magamnak kell, és nem egy nagy nyilvánosság előtti elérés. És akkor itt szúrom be megjegyzésként, hogy viszont azokon a portokon, amiket nem használunk, és nem, nincs rajta legális forgalom, oda megint el lehet dönteni iskola kérdés, hogy van, aki szerint hülyeség, van, aki szerint jó ötlet, például szerintem ilyen mézes bőrököket, hanipotokat elrejteni. És ha azon a porton történik egy adatforgalom, az generál egy tiltó szabályt, ami minden forgalmat megtilt arról az IP-ről. Ezt most nem fogunk bemutatni, mert erről van egy videó a csatornán. Euh, harca robotok ellen, vagy valami ilyesmi címe a mikrotiknek. Tehát, ha neked mondjuk a 22-es porton nincsen SSH szervered, meg a 80-as porton nincs webszervered, mert mit tudom én, te csak egy levelező szervert üzemeltetsz ott, akkor egy, ezeket a portokat be lehet állítani ilyen hanipotnak. Aki ezen a portokon próbálkozik, az biztos, hogy valami automatizált robot. Onnantól fogva neki a levelező porthoz se kelljen nyúkálnia, úgyhogy tényleg minden forgalmat megtiltunk, erről szól az a videó. Jó? Tehát térjünk vissza ide. Tehát DST nat beszélünk, egy Destination NAT, a router 80-as TCP portjához csatlakoznak, a kinti interfészen, a PPP úton, -e és ha ide jön egy kérés, akkor ez irányítódjon át a belső hálózaton lévő én gépemre, ami 192, 168. 20-22, és hát annak a 23-as portjára, hiszen a telnet a 23-as porton várja a kéréseket. Na ez az a szabály, ami lehetővé teszi azt, hogyha kívülről csatlakoznak, akkor az beirányítódjon az én belső gépemre. És ha ezt engedélyeztem, akkor ha lefutatom ezt a portscant, akkor azt gondolhatnánk, hogy ez működik, látjuk nulla csomag van rajta jelen pillanatban, a telnet szerver az fut, hát bejelentkezni nem fogunk tudni, csak annyit várunk, hogy itt a 80-as portnál azt fogja mondani, hogy itt van valami. Küldjünk rá egy scant, és nézzük meg, mi történik. Hát a 80-as portra azt mondta, hogy no. Hogy lehetséges ez? pedig van rajta valami csomag, tehát ide talált ez a kérés, de mégse jutott be a belső hálózatra. Ez annak volt köszönhető, hogy jó paranoid rendszergazdaként nem engedélyeztük minden forgalmat a forvarláncon, nyakra főre. Emlékezzünk vissza, azt mondtuk, hogy csak a belső hálózatból mehet kifelé a forgalom, visszafele nem, úgyhogy most két lehetőség van. Az egyik lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy kivesszük innen ezt a ezt a szabályt, ami leszűkíti a belső hálózatot, az hadd menjen mindenki össze-vissza, ezt nem tanácsolom, vagy elkészítjük ennek a szabálynak a fordítottját, ami hát így néz ki, amit most engedélyezek, ami azt mondja, hogy minden egyes olyan forgalom a forward láncon, ami a TCP 23-as portjára vonatkozik, ugye itt fut a mi szerverünk, de az in interfésze a PPP out 1, és az out-interfésze -e a wifi-interfész, és ezt megnézzük most így nagyobban, részletesebben, tehát erről beszélünk, TCP 23-as DST port, destination port, in-interfész a külső interfész, out-interfész a belső interfész, na azt engedélyezzük. És így már a router által visszaforgatott csomagok, hiszen ne felejtsük el, most a külső IP-t be kell forgatni egy belsőre, és ezt el is kell küldenie a mi laptopunkra, jó eséllyel meg fognak érkezni. Itt most ugye nulla a csomagszámláló, és a nagy szabályon pedig egy az előző próbálkozásnak hála. Nyomjunk újból egy scan-t. Hopp! Tessék, a 80-as sport! Nyitott port van, hát egészen pontosan a mi szerverünk van ott, és azt kell lássuk, hogy itt megjelent még egy csomag ebben a címfordító szabályban, és a forgalom maga itt van, szintén megjelent ezen a láncon. És hát ezt be is tudom bizonyítani, hogy ez tényleg egy, tényleg a mi szerverünk, mert ezt lekapcsolom, ezt a telnet szervert, akkor remélhetően itt nem fog találni semmilyen nyitott szolgáltatást. Így van, most már nót mond rá, tehát nem elérhető a, 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 telnet. Most visszakapcsolom a telnet szerver, csak hogy lássátok, hogy működik, és hát kipróbáljuk, sosem próbáltam még ki, kerestem egy webes telnet klienst, úgyhogy ezzel próbálkozunk belépni, ami úgy fog kinézni, elmondták, hogy telnet, IP cím és a port 80-as port. Nézzük meg történik-e valami ta ta ta, -ta, -ta -tá... és itt van a telnet szerver. Hát be tudnánk lépni a telnet szerverünkre, de ezt most nem fogjuk csinálni, nagyon gyorsan kikapcsoljuk a telnet szervert, mert nem vagyunk mi hülyék, hogy itt a neten egy telnet szervert üzemeltessük. Nagyon gyorsan kikapcsoljuk, csak a kísérlet erejére kapcsoltam be, de gyakorlatilag működik, tehát elérhetővé tettük a külvilág számára eh... a mi belső hálózatokon futó telnet szervert. Na, hát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a, a tűzfal alapozók képzés az úgy nagyjából a végére ért, hiszen megnéztük az input láncot, kicsit az output láncot, a forward láncot, beszéltük a nat azon belül az SRC NAT, és a DST nat úgyhogy tulajdonképpen azért alapvető dolgokat most már illik tudni megcsinálni, és hát igyekeztem így Érzékeltetni, hogy az engedélyező szabályokat próbáljuk meg minél exaktabban megfogalmazni, a tiltó szabályokat pedig minél általánosabban megfogalmazni. Tehát egyfajta ilyen kis szemléletet is remélem, hogy sikerült átadni a tűzfal készítés világához. Aztán majd még lehet, hogy a későbbiekben jelentkezni fogok haladóbb dolgokkal is. Sziasztok! you. Mm -hmm.